zajzón falva, benned fekszik rózsám halva, holnap koporsóba teszik, sötét sírba elhelyezik. Álom, álom, kerülj engem, búbánat az én vendégem, írta Zajzonfalva című versében Barcaság első magyar költője. Zajzon Irab István a brassóvidéki Hétfalu egyik fél első falvában, Zajzonban született 1832. február 2-án. Itt járt elleni iskolába, majd a brassói Hontéruc gimnázium diákja lett. A szabadságharc brassói eseményei miatt félbeszakította tanulmányait, és jelentkezett az árkosi Kossuth huszároknál, ám nem volt hajlandó a németek és magyarok ellen fegyvert fogni, így visszatért Brassóba, ahol leérettségizett, majd Pestre ment teológiát tanulni. Bécsben folytatta életútját, itt jelent meg első verseskötete is. Merész hangú versei miatt kénytelen volt elhagyni az osztrák várost. Hétfaluba szeretett volna visszamenni, de csak Pestig jutott, ahol bekapcsolódott a forradalmi eszméket tápláló ifjúsági mozgalomba. 1860. februárjában Táncsics Mihállyal együtt letartóztatták. 8 hónap raboskodás után szabadult, rövid időre hazatért szülőfalujába. Majd visszautazott Pestre, ahol verseit, Hétfalu szokásrendjeiről, hagyományairól szóló írásait publikálta. A tüdőbajos költőt folyamatos honvágy gyötörte, már nagybetegen sikerült hazamennie. Zajzon Irab István 30 éves korában hunyt el 1862. május 15-én. Miért is tartják Zajzon Irab Istvánt a nagy csángó költőnek, hétfalusi csángó költőnek, mit kell tudjunk róla? Azt hiszem, hogy elsősorban azt, hogy az első olyan értelmiségi volt költő, író, aki Hétfaluba született, és a művének, a munkájának a hatása az utólag érlelődött igazán, de kisugárzik a tágabb környékre is, a Barcaság valamennyi településén élő magyarságra. Tragikus sorsonak mondható. Mindenképpen annak. És hát az a dac, amit kinevelt belőle, a részben a szabadság szeretete, részben az a rengeteg akadály, ami a szabadságot akkor korlátozta, ezt a tragikumot, vagy ebből a tragikumból a hősiességet kovácsol. A költészetére is ez a szabadság, illetve hazaszereted, szabadságvágy, egy kis dacolás mindenképpen benne van költészetében, ugye? Igen. Ellenállás. Igen, és ez az egész életében megmutatkozik, mert nem véletlenül fülelték őt le a Bécsbe, a titkos rendőrök. Nem véletlenül került, miután bekapcsolódott Táncsicsnak a mozgalmába, nem véletlenül került börtönbe, ahol 6 hónapig raboskodott, és ezt a fogságot is ihlető forrásként tudta felhasználni, tehát olyan erő volt benne, ami hát példaértékű a ma élő ember számára is. Az is nagyon érdekes, hogy ő valójában még mielőtt börtönbe került volna, már azelőtt kezdett érlelődni benne a börtönhelyzet. Mert egy évvel a bebörtönzése előtt találkozott egy olyan albán költőtársával, volt forradalmáról, aki életében börtönt szenvedett, és akinek a verseit megpróbálta ő lefordítani albánról magyarra.
irodalom történetben hol helyezkedhetne el Zajzoni Rab István munkássága? A Zajzonival kortárs irodalomkritikusok, irodalomtörténészek, mint például Toldi Ferenc, nem ismerte fel benne az eredeti tehetséget. Ő elég keményen Petőfi Epigonnak nevezte, és ez a bélyeg, ez mind máig elkíséri Zajzoninak az értékelését. Annak ellenére, hogy például Erdélyi János a pozitívumait emeli ki, és aki Erdélyinek a viszonyulását azt ugyanilyen pozitív irányba árnyalja, részletezi, az egy kortárs kutatója, vagy nekünk kortárs kutató, Olosz Katalin. De a kötetben megjelent versekkel is foglalkozva, éppen ezeknek a verseknek az eredetiségét és újszerűségét emeli ki, milyen értelemben eredeti és újszerű elsősorban, akkor az a költő, akinek a szövegein érződik a Petőfi madarához közel álló népiesség. Hát bizony Zajzoni sok versében meghaladta a Petőfi korabeli népiességet, mégpedig a helyzete miatt. Hát Petőfi a szabadságot előkészítő időszakban tombolt alkotóként. Akkor sikerült neki értékes életművet létrehozni, Zajzoninak pedig egy egészen más helyzetbe. Tehát az önkényuralom ideje alatt sikerült olyasmiket papírra vetni, ami miatt őt rögtön ítélő bíróság elé állíthatnák volna. Költészetét, életművét nézve helye lenne a magyar irodalmi lexikonokban? Az irodalmi lexikonban mindenképpen. Az irodalmi lexikonban mindenképpen. És én úgy érzem, hogy a tananyagban is legalább a barcasági magyar növendékek számára kidolgozott tananyagban. És örömmel mondhatom azt, hogy a mostani zajzoni év alkalmából felkértük a megyei tanfelügyelőség segítségével a magyar szakos kollégákat, hogy legalább egy zajzoni verset ebből az alkalomból tanítsanak meg a diákoknak. És visszajelzés is érkezett, hogy jó néhány helyen szeretik Zajzonit. Kis madár, ne sírj az ágon, minden búve nagy világon, lakik most az napot kívánok! Jó napot kívánok! Hallottam, hogy itt van egy szekrény, hogy tegyük ide le egy kicsit, vagy mi? Igen. Ez a zajzoni szekrénynek az egyik oldala? Vagy? Igen, a középső oldala. A másik a szekrény is megvan, amire ő lerajzolta az ő saját képét. De úgy be van rakva a mindenségbe, hogy azt nem tudtam kiszedni, és akkor bár ezt megmentettem. Mert már el lehet képzelni, hogy 100 esztendős Nilda, hogy hívják, és már elputrigályosodott. Önnek mi köze van Zajzonihoz? 7. leszármazottja vagyok. Akkor nem hiába őrzi ezeket, és... Hát őrzöm. Uh-huh. Őrzöm, örömmel. És itt van egy nagy verandám, és azt ki akarom a nyáron üríteni, és csináljuk magamnak egy kicsike múzeumot. De így emlékszik gyerekkorában, hogy meséltek, vagy mesélt egyáltalán valaki? Honnan tudta, hogy tulajdonképpen ki is volt Zajzoni?
Nagymamám. Nagymamám, amik itt túl lakott, ő magyarázott zajzsonyi Rab Istvánról. Valahol megvan Rab Istvánnak a szüleinek is a képe. Valahol az is megvan. És mondta, hogy mert tanár úr biztos kívülről tudja, de ez egy verse van ide felvésve? Ennek igen. A történetét tudja, hogy miért pont ez a vers van itt, vagy igen, nem lehet? Igen, áldozd fel éltedét, véredét, tegyen fel a szemüveget. Áldozd fel véredét, éltedét, feledni rabságot. A tömösi csata élményére, hát rossz élményére született. Igen, 62-ben halt meg, Brassóban is temették el, az brassói evangélikus temetőben volt a sírja, de azt a temetőt felszámolták, még mielőtt onnan megmenthették volna a síremléket, azelőtt kihantolták, és 1971-ben akkor 72-ben akkor hozták ide ki, és temették újra itt el Zajzait. A Brassóba tönkretett síremlék másolatát készítette el abban az évben egy zajzoni kőfaragó, Szabó Lajos nevű kőfaragó, a brassóinak a pontos mása, hűmása ez a síremlék, és már oda eredetileg is a mintája az Körösi Csoma Sándornak a darjeelingi síremléke volt, nagyon találó volt szerintem, mert ő volt, Csoma Sándor volt a példaképe Zajzoninak. És itt van ez a szobor, ugye, amit... 2012-ben állították, és ami úgy különösen, én úgy érzem, megemlítésre való, hogy a nem alapítványi pénzből, nem pályázati pénzből állították, hanem az akkori polgármester Kis József segítségével. Tehát akkor tulajdonképpen ez a falu pénzén... Igen, úgy létesült. A falu tisztelete, de a falunak a megvalósítása is együtt. Hogy ez egy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon hasznos elképzelés volt, hogy nem külső adományból, hanem az itteniek hozzájárulásával épüljön meg. Mert másképpen viszonyulnak akkor hozzá. Erős ormán ülék zöld bokor árnyában, zengő madárt látik csipenni szárnyában. Az évek során az egykori Hétfalu két részre oszlott.
A Tatrang Zalzonpürkerec alkotta három falura, valamint a Hosszúfalú, Csernádfalú, Türkös és Bácsfaluból álló négy falura a mai megyejogú városra. Zajzoni Rabisván örökségét, emlékét a barcasági csángók hűen őrzik. A Hétfalu Kulturális Egyesület kötetekbe gyűjtötte verseit, a nevét viselő önálló négyfalusi magyar nyelvű középiskola pedig minden alkalmat megragad arra, hogy diákjaival megismertesse Zajzoni Rabisván életútját. 2022. májusában kettős évforduló révén Zajzoni születésének 190, halálának 160. évfordulóján több napos rendezvényen a gyerekek, fiatalok különböző versenyeken, foglalkozásokon kerülhettek közelebb Zajzoni költészetéhez. A főszervező Zajzoni Rabisván középiskola Brassó megye több magyar nyelvű iskolájának tagozatát is meghívta, így népszerűsítve a település egyetlen magyar liceumát. Az ünnepségen résztvevő diákok az erre az alkalomra kiadott zajzoni kiskötetből választhatták ki kedvenc versüket, amelyet majd lerajzolhattak, vagy elszavalhattak, vagy akár kreatívan tovább gondolhattak egyedi alkotásokban. Ki az, aki nem ismeri a leánymezős versét Zajzoninak? Fel a kezekkel. 1, 2, 3, 4, de vagyunk egy páran, jó? Mert fogjuk olvasni, és a csapatok össze kell állítsanak egy szoborcsoportot. Nem lehet beszélni, és nem lehet mozogni. Leánymező Zajzon Rabisván. Szent Ilyen napján, Zajzon vize partján. Olá lányok, magyar lányok, piros rózsák, tulipánok. Vidám táncra keltek, karcsú ifjak örömére, pántlikát viseltek. Kettős fél, kettős három negyed. Mit kell itt csináljátok? Ilyen háttereket csinálunk, ahol ilyen képeket, ilyen beírunk egy, kiválasztunk egy verset, beírunk abból szavakat, vagy egy részletet, és kiválasztunk egy hátteret, és abból csinálunk egy ilyen képet. Ilyen szófelhőt. Igen. És melyik verset választottad ki? Zajzoni Rabistvántól a Sötét éjszaka a börtönt. Hé, miért pont ezt? Nem tudom, ez a kedvenc versem tőle. Mert kedvenc vers, tehát több verset olvastál már Zajzonitól? Igen. Te ebben az iskolába jársz, hányadikos? Ötödikes. És milyen itt ebben az iskolában? Vagány. És mit tud Zajzoniról? Mikor született, mikor halt meg. Fontos, hogy tudjátok, hogy ki volt Hétfalunak a nagy költője? Szerintem igen, mert főleg azért is, hogy ebbe az iskolába járunk, ennyit megérdemel, hogy legalább tudunk róla valamit. Így van. És milyenek a versei, hogyha olvastál? Érdekesek. Miért érdekesek? Mindennek megvan az ilyen saját témája, az egyik az életét írja le, másik arról, hogy ő mit csinált, vagy hogy ő miket látott, és hogy járt a börtönbe, és akkor ott is írt verseket. Így elszomorít téged, hogy milyen sorsa lehetett Zajzoninak? Kicsit, mert azért elég híres lett, és akkor, hogy elég fiatalon meghalt, így kicsit szomorú. Az átadítást készítettek rejtvény belőle?
vagy összerakjátok más kép a sorokat, vagy képversszerű lesz rajzzal, lehet hozzá tenni, lehet még hozzá. Mennyire lehet rajzolni költészetét megmagyarázni és elfogadhatni egy ilyen idős gyereknek kamasszony? Hát a Zajzoninál, amit tapasztaltam, az első dolog, ami megragadja őket, az a ritmikája. Tehát amikor ilyen verstani elemeket, akkor nagyon szívesen nézik a ritmusát. Mondjuk itt a reaktivitás műhelyben egy olyan tevékenység is van, hogy a Zajzoni vers ritmusára ő írjon. És ezt szeretik ezeket. Tehát az ragadja meg először. Azután a képek. Az asszociációit, a tudását, ugye azt a zajzoni vers kapcsán mozgósítsa. És erre mondjuk jó ez a műhely munka, mert itt nem lehet kikerülni azt, hogy a verset elolvassa. Az egy megtanult versen kívül a kötetből milyen más zajzoni verseket olvastatok? Olvastatok többet? Igen. Hányat körülbelül? 5-10? És arról miről szóltak ezek a szövegek? Miről szóltak? A diófáról. Igen, még? A rabságról. Igen. Hazafias verseit olvastátok-e? Nem? Nem olvastatok olyant, amit nagyon nehéz lenne mondani, különben az előző csoportból ki is derült, hogy elég nehezen lehet megbirkózni ezekkel a szövegekkel, de viszonylag könnyebben tanulható és mondható az, amelyikben a gyermekkoráról emlékezik vissza, vagy gyermekkorára emlékezik vissza, és a szerelmes versei sem nehezek. Olvastatok humoros verset tőle? Te olvastál azból a Palipát. Olyan a humora, mint amilyen a miénk? Tehát ami ő kacagott esetleg, vagy olyan szándékkal írta, hogy jókedvre derítse az olvasót, elérné velünk is ezt? Vagy változott közben a világ? Változott, és nem keveset. Ezért is elég nehéz sok zajzoni verset mondani. Van búrjár a legszebb kertben. Csak tarkán szép a természet. Csoda hát, ha egyszínű e könyvben olykor a költészet? A tavasz sugarát eműszék fellegek, a küzdő szíve, a gondok nehezmenek. Csak egyszer lehetnék megáldva még vele, sírnak választanám virágszó kebledet. Zajzon falva, benned fekszik rózsám halva, hull a koporsóba teszik, sötét sírba elhelyezik. Évek óta foglalkozol költők verseinek a megzenésítésével. Miért? Szerintem belső késztetés. Először a praktikus oldaláról beszélnék, ugye szövegre, dalszövegre lett volna szükség annó ezelőtt 30 évvel, pont 30 évvel ezelőtt jön meg az első kazettám. És akkor úgy éreztem, hogy hát ha már szöveg, akkor legyen egy nem mindennapi szöveg, talán nem annyira érthető, de viszont több mondani valót hordozó, és akkor normális, hogy ugye az ember a versekre gondol. Zajzoniból lemez is született. Mi fogott meg a zajzoni költészetéből? Hát 2012-ben jelent meg a lemez, tehát pontosan 10 éve, és az volt az érdekes, két dolgot szerettem volna elérni. Egyrészt az, hogy egy Petőfivel kortárs költészetet szólaltassuk meg. Be kell valljam, hogy Arany Petőfi kevésbé megénekeltek, idézőjelben megénekeltek, mint a kortárs költők például.
és egy elveszett világ tulajdonképpen az, amit ők megénekelnek, vagy már egy elmúlt világ. Ez volt az első ösztön, hogy hát hozzuk vissza egy picit ezt a világot, és mutassuk meg, hogy a klasszikus ritmusra írt versek is lehetnek szépek, akár egy olyan nyelvezetben, amit ma már avultnak mondanánk. Bár abban az időben bebizonyosodott tanulmányom során, hogy ez egy nagyon modern nyelv volt a Zajzon Rab István és a Petőfi által és a kortársai által használt nyelv. A második ok az volt, hogy Brassóban laktam annak idején, és hát úgy éreztem, hogy a legközelebb hozzám álló ilyen költő, miért ne legyen pont Zajzon Rab István, aki közel van hozzám, és meg vagyok győződve, hogy a történelmi Magyarország többi területén kevésbé ismerik, miért ne vigyem előtt olyan helyekre, ahol nem is hallották, és hát volt is szerencsénk a Mácsafej zenekarral elég sok helyre elvinni ezeket a verseket. Szerinted Zajzulinak megvan a kellő helye? Tehát ugye Petőfiről, Aranyról ismerünk, ott vannak a tankönyvekben, benne van az irodalom történetben. Zajzuni hol van? Hát szerintem Zajzon is úgy járt, mint ez az iskola udvaron, hogy nagyon szép, de nem tudnak róla. Hát valahol szerintem Zajzon Rab Istvánnak is. Ugye az élettörténetéből tudom, hogy véletlenszerűen esett ki ebből a rangsorolásból élete folyamán, de hát szerintem pontosan azért vagyunk mi az utódok, hogy ezt valamelyest, valamilyen féleképpen egy kicsit rehabilitáljuk ezt a helyzetet. Az iskola maga is sokat tesz, ugye a Zajzon Rab István iskola, és hát szerintem mi is. Nem megyek ki a mezőre, mert ott nyáj van legelőre. Pásztor lányka az én babám. Nagyon jó! Haragszik, nem szól hozzá. Még egyszer! Milyen furcsa az erdőben egy asztal. Ide, ez a versenynek a hányadik pontja? A hatodik pontja. Ez tulajdonképpen milyen verseny ez a... Mozgó verseny, így... Mozgó versenynek a hatodik lépése végül is ez. És akkor ezt hogy képzeljük el, hogy az erdő különböző részénél el vannak helyezve ilyen asztalok, és akkor jönnek, hány csapat van? 18 összesen. 18 csapat összesen. Hány tagú egy csapat? Négy tagú csapatok. Négy tagú. Érkeznek. Ez ugye nem kígyót rejt magában, hanem hogy vannak így a játékok megcsinálva? Vagy... A lényeg az, hogy van két doboz, ez úgymond a röntgengép, le van takarva, itt van két lyuk, illetve itt egy nagy, ide beletenni az arcot, ide meg a kezet, és akkor a személy le van takarva. És akkor a lényeg az, hogy meg kell találni azokat a dolgokat, amik a dobozban vannak, és akkor vannak ilyen röntgenlapok. Aha. Tehát az első az én vonalazom, mert most itt az ő kézre. Röntgenlapok, amin egy kód van, és végül is ezt az UV lámpa segítségével látszódik. Jaj. De most annyira erős az UV sugárzás, hogy így is látszik, szemmel látható. És... azt a UV lámpát ők meg kell találják a dobozban. Igen. A letakart dobozban. Aztán miután... Csak vannak kérdések is, ilyen általános ismeretségi, tudnivalós kérdések? Hát a légzőrendszerek kapcsolatosan bizonyos fogalmakat kell bejelöljenek a táblázatban, és abból kijön nekik egy szám.
Táv. Ezzel meg vagytok? 11 cm? Igen. Hát annál is a segítség, ha lejár az idő. Itt nem látok semmit. Helyi pazarja. Mi kell neki? Valamit sikerült csinálni? Nem. Még 4 perc van nálatok. Nincs teljes sötétség. Jelöltek be. Easy. Na, várj. Így kell legyen. Nem, ez biztos, hogy nem. Nagyon hosszú. Se segítség nélkül? Mondtam, hogy akkor kérhettek segítséget. Voltak nagyon-nagyon ügyes csapatok, voltak kevésbé ügyes csapatok, de mindenki elég jól teljesített. Keresztvárnak pedig különösen gratulálunk még egyszer, ugyanis hát a feladat megoldási pontszámot is ők érték el, a legnagyobb pontszámot. Minden mozgóversenynek van egy adott tematikája, most konkrétan Zajzoni Rab István költőnk élete és munkássága volt. Sokat foglalkozol Zajzonival is, és lesz is egy előadásod, hogy celebe Zajzoni. Hát beszélhetünk-e egy annyi évvel ezelőtt született és elhunyt költőről, hogy celeb, egy mai szófordulatban emlegethetünk egy ilyen költőt? Igen, pont ez lesz a holnapi előadásomnak is a csattanója. Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy szinte Bolyai Jánosnak volt a kortársa, és hát a mai is Erdély legnagyobb zseniének, matematikusának tekintett Bolyairól, hogyha egyetlen egy hiteles kép sem marad fent jelen pillanatban, sőt tudjuk azt is, hogy a temetésén mindössze pár személy vett részt, akkor ehhez képest Zajzoni igenis celeb volt, nagyon sokat publikált, több lapnak is dolgozott, amikor meghalt, hát szinte zsákszámra jelentek meg a fővárosi lapokban a nekrológok, a halálhíre Zajzoninak, több portréját is megrajzolták, nagyon nagy újságokban, mint a Vasárnapi Újság, vagy a Hölgyfutárban jelentek meg az arcképei, meg emlékversek róla. Tehát ilyen értelemben nyugodtan lehet azt mondani, hogy Zajzoni egy celeb volt. Jó, nem volt akkora celeb, mint Petőfi például, de azért ismerték a kortársak, és szerették is Zajzoni. Minek köszönhette népszerűségét? Talán annak, hogy első ízben írta le a hétfalusi szokásokat, tehát a kakasütés, vagy a boricatánc, vagy akár a környék, a csukás, vagy a bodzavámjai sugó vizesések az ő tollából látták meg úgymond a napvilágot. De nem csak ennek, hanem forradalmi kiállása miatt is Bécsben merész hangú verses köteteket közölt, Budapesten Táncsics Mihállyal együtt került börtönbe, és hát valahogy felkapta mind a főváros, mind a barcasági Csángóföld lakóság az Zajzoni. Amíg a résztvevők érdekesebbnél érdekesebb feladatokat végeztek, addig a Zajzoni Rab István Középiskola nemrég kinevezett igazgatójával beszélgettünk a jelenleg 260 diákot számláló iskola történetéről, gondjairól, jövőképéről. A középiskola 1990-ben indult újra a változásoknak köszönhetően. 90-től 92-ig Szecsele Városi Magyar Középiskola néven szerepelt, utána pedig az alapítók, akik újraindították a középiskolát, úgy döntöttek, hogy Zajzoni Rab István nevét választják az iskola névadójának, mert munkássága, szellemisége példaképként szolgál a négyfalusi közösségnek is. Az újraindítás, ez azt jelenti, hogy akkor régen volt már itt Magyar Középiskola. Igen, volt az 1900
1900-as években, 1960-as években volt egy magyar elméleti liceum, megszűnt, akkor az elektroprecizia liceumba vitték fel, mint magyar tagozatként. Én ott végeztem a magyar tagozaton, és 90-től a közösség kérésére, a tanfelügyelőség jóváhagyásával, a minisztérium jóváhagyásával indították újra az önálló magyar középiskolát az akkori tanárok, akik itt tanítottak. Én nem voltam akkor még a tanügyben, úgyhogy én 1998-tól kerültem a tanügybe 25 évvel ezelőtt. Ebbe az iskolába? Ebbe az iskolába. Hát nem a kezdetektől, a Brassai 8-as számú iskolában, meg a Vácsfalusi 1-es számú iskola magyar tagozatán tanítottam, és 2002-ben a versenyvizsga megnyerésével kerültem a Zajzoni Rab István középiskolába. Azóta itt vagyok tanár. Az, hogy a közösség kérésére indult ez a 90-es években, ez az iskola, ez azt jelentette, hogy volt igény rá, tehát volt gyerek. Igen, volt gyerek akkor is. Még igen. 2022-t írunk el, telt el jó néhány év azóta. Most van egy gyerek. Most is van gyerek, sajnos a létszám az csökken. Mert vegyes házasságok, mert külföldre mennek a szülők dolgozni, mert elköltöznek a városból, mert már a családok nem vállalnak olyan nagy számú gyereket, mint ezelőtt. Tehát nem két-három gyerek van egy családban, hanem legtöbbször egy. És ezzel természetesen csökken a magyar gyerekek létszáma négy faluban. Egyértelmű, hogy ugye szorványban sokkal nehezebb egy magyar iskolának megmaradni, fennmaradni, mint egy nagyobb városban. És azt hiszem, hogy az is nagy nehézség az olyan típusú magyar középiskoláknak, akik mellett és amely mellett van egy nagyobb város, ahol létezik egy főgimnázium, nevezetesen Brassó. Nem fogalmaznék úgy, hogy most a nagyvárosi iskola a hibás azért, amiért az Zajzoniban kevesebb a középiskolás diák. Nem a nagyvárosi iskolának a hibája csak, hogy a mai kamasz az keresi a társaságot, az keresi az élményt. Természetesen, hogy a városi iskoláknak ilyen szempontból sokkal nagyobb az előnyük, mint nekünk itt a kisvárosban. A szülők mennyire döntenek ebben? Hisz azért a szülőben az van, hogy azért megnézi, hogy milyen iskolát választ a gyerekének, próbálja irányítani, és azt szokták mondani, hogy ha nagyobb iskolából kerül ki, akkor jobban megvalósul a gyerek. Van-e itt ilyen felfogás? Van, nem bújhatunk az ujjunk mögé, van. Van, viszont nem feltétlenül állában ez az állítás, hogyha nagyobb városiskolájában végez középiskolában, akkor a gyerek jobban érvényesül. Tehát nekünk a végzőseink között van orvos, van bankár, van tanár, úgyhogy szerintem, ha valaki tanulni szeretne, akkor tanulni bárhol lehet. A helyzet az, hogy nekünk csak egy szakunk van. Természettudomány szak. Na most természetes és logikus és normális, hogyha egy gyerek matematika beállítottságú, vagy nyelv beállítottságú, tehát humán beállítottságú, akkor egy olyan osztályt választ magának, ahol ezen a téren bővebb képzést kap, alaposabb képzést kap. Vannak diákok, akiknek a kisebb közösség jobban megfelel, mint a nagy közösség. Mert a kisebb közösségnek az az előnye, hogy jobban oda tud figyelni minden egyes diákjára, minden egyes diákjának a személyiségére, a szükségleteire, az óhajaira, és ezeket jobban tudja fejleszteni, elmélyíteni, jobban tudja irányítani is a diákot ilyen szempontból. Ezek a gyerekek, akik ide járnak, és akik talán ide járhatnak majd a jövőben, ezek honnan vannak, honnan toborozzák a gyerekeket? Csak helyből, vagy nem csak? A gyerekeink négy faluból vannak. Nyomós részben négy faluból, de van, tehát mi most modern szóhasználata reklámozzuk magunkat a környékbeli falvakban is, nem nagyon jelentkeznek, pedig van bent lakási lehetőségünk is. Miért nem jelentkeznek ide? Tapasztalat mit mond? Talán jobb a közlekedés a falu és a nagyváros között. Iskolabuszok vannak, mi nem rendelkezünk iskolabusszal,
és ez a szállítás a gyerekeknek könnyebben megoldható a nagyváros fele, mint ideki. Hogyan látja, hogy 9-ben hány tanuló lesz? Megmondom őszintén, hogy nem tudom kiszámítani. Mert van olyan diák, aki azt mondja, hogy ő elmegy, és a végén itt marad. Van olyan, aki azt mondja, hogy itt marad 9-től, és utána, amikor iratkozni kell, akkor elmegy. Én merem remélni, hogy el fogjuk kérni azt, hogy diákjaink úgy érezzék 8. osztály végén, hogy adnak esélyt ennek a középiskolának, itt maradnak, és a diákjaink lesznek 12. végéig. A Zajzoni Év című rendezvény megvalósítását a négyfalusi önálló magyar középiskola támogatásáért alakult Barcasági Csángó Alapítvány tette lehetővé. 1991-ben helyi intellektuelek, tanárok, vállalkozók soraiból összekovácsolódott egy 54-56 főből álló csoport, akik létrehozták, megalakították a Barcasági Csángó Alapítványt. Első és legkiemelkedőbb célja az volt, hogy létrehozza és támogassa az önálló magyar oktatás négy faluban. De emellett kulturális rendezvények is szerepeltek a tevékenység körében, és 16 óta pedig egy újabb tevékenysége is, vagy célja is van, hogy népszerűsítse ezt a vidéket, mind Barcaság, mind a barcasági csángók régióját. Ti foglalkoztok a múltnak az éltetésével is, főleg, hogy a fiatalok körében ismert legyen az, hogy kik voltak az elődök, kik voltak a hírességek. Mennyire nehéz feladat ez ma? Szerencsénkre most egy olyan időszakot élünk, amikor kezd divatosá válni a népviselet, kezd divatosá válni a kézművesség, és ez egy kicsit segít minket ebben. Nagyon sokan csináltattak ugye népviseletet az utóbbi időben, és folyamatosan fiatalok is készítettek maguknak népviseletet. Ugye a tojásírás hagyománya 90-es évek óta felélet, és azóta hihetetlenül fejlődik, és minden évben szerintem mind nagyobb s nagyobb az érdeklődés irántam. Azon kívül pedig próbáljuk a többi hagyományt is, butorfestés, fafaragás, bevinni a gyerekek életében mind iskolai tevékenység, vagy mind lehetséges szabadidő program. Például nyáron a tavaly hoztuk létre először a népművészettel kapcsolatos gyerektábort, amelynek hihetetlen érdeklődése volt. Hát szerintem mióta itt vagyok én 10 éve most már, a legsikeresebb rendezvénynek nevezhetném. A Barcasági Csángó Alapítvány közvetlenül az iskola melletti házban székel. Ennek udvarán évek óta különböző gyerektoborzó eseményeket szerveznek az iskola megmaradása, valamint a jelenlegi kisközösség összekovácsolása céljából. Ilyen például a szülők majálisa, amely a világjárvány miatti 2 éves kihagyás után a zajzoni emléknapokon ismét helyet kapott. A kedvező időjárás, családias hangulat, a főzés, a gyerekek vidámsága kapóra jött, hogy az iskolai közösségről, a négyfalusiak mindennapjairól érdeklődjünk. Azért szeretjük ezeket a majálisokat, hagyománya van már, tehát nem az első. Azért szeretjük, mert a szülőközösségek közelebb kerülnek egymáshoz. Véleményeket formálnak, cserélnek, ügyesen összekovácsolódnak, tanácsokat kapunk, ötleteket, hogyan, mit lehetne csinálni, hogy az iskola még jobban működjön. Tantestület hogyan működik a szülőbizottsággal? Jó a kapcsolatunk a tantestület, a szülőbizottsággal. Van egy közvetlen hangulat. Az a jó ezekben a kis közösségekben, hogy azért az emberek nagy részében ismerik egymást. És ez nagyon sokat lendít ezeken az eseményeken. Mert nem feszengve ülnek a szülők egymás mellett, hanem felszabadultan, és tényleg látszik rajtuk, hogy igénylik, jól érzik magukat, és szükségük van erre, főleg a 2 év kihagyás után. Yeah.
főtt egy szarvastokának egy lifa. Szarvastokán? Csángoknál ez szokás? Hát ilyen felemások vagyunk, mert csángók is, székelyek is, és a vadászat az mind a hagyomány, mind minden része. Ki a csángó a családban, és ki a székely a családban? A csángó én. Az édes feleségem székely. És milyen az élet négy faluban? Mi? Hát négy faluban nagyon szép és jó az élet, mert szerencsére még a magyarság összetart annyira, hogy egymás között meg tudunk élni. Na, hány nulladikos van? Az osztályban 20 darab előkészítősünk van. Igen. Amikor beiratták a gyerekeket, akkor nem is volt kérdés, hogy nem, ide, nem. Nem? Egyáltalán nem volt kérdés. De van, ahol kérdés? Ebben az osztályban nem volt kérdés. Ebben igen, nem, nem, azért sajnos szorványvidéken vagyunk, és néhol kérdés, igen, kérdés. Hogy kérdés. Magyar vagy román iskolába iratják a gyereket, igen. Azt szokták mondani, hogy az úr az osztályban a tanítónő, de jó, ha segítik a szülők? Jaj, az a legfontosabb. Egy tanítónő egyedül nem csinálhat nagy dolgot, hogyha a szülők nem állnak mellénk, akkor itt vesztett ügyünk van. Igen, hát igen. Egy jó pár év kihagyás után, ugye, ahol nem volt közösségi élmény senkinek, most ez egy fantasztikus élmény volt szerintem szülőnek, gyereknek, összekovácsolt minket ez az alkalom, és tényleg nagyon éreztük, jól éreztük magunkat. Meg is vártuk egymás igen, jobban. Mindenki négy falusi születését? Nem, én nem. Senki? Nem. Kivételesen mi Csíkból jöttünk, sogornök vagyunk, és Csíkból jöttünk férhez mind a ketten ide, úgyhogy mi is így beavultunk ide ebbe a közösségbe, egy jó pár évben. Nehéz volt a beavulás? Hát igen, azért nem volt egyszerű Csíkból magyar vidékről eljönni, szorványvidékbe azért voltak nehézségek, igen, megszokni ezt a kétnyelvűséget mindenhol, tehát azért ez megpróbált. De itt közösség szempontjából nem érezték, hogy akármennyit élnek, itt csak idegenek lesznek. Jaj, nem, tehát most már mondhatjuk, hogy beavultunk, igen. Ugye? Nem lehetett meggyőzni a konok csángó férjet, hogy menjen Székelyföldre? Most próbálkoztunk nem, ezzel. Valahogy ez tényleg nem volt kérdés, hogy akkor most már ugye hagyományosan a nő megy, ugye? És ez úgy nem volt kérdés. Akkor ragaszkodnak a hagyományokhoz. Igen, igen. És hát a gyerekek szempontjából igyekszünk megtartani a székely hagyományokat és a csángó hagyományokat, és tehát a magyarság tudat minden szempontból fontos. 6 éve lakunk négy faluban, de hát azért brassóiak vagyunk. Azért oda. Igen. Ahhoz, hogy négy falusi légy, szerintem az, hogy reggel 7-től este, mit tudom én, hányig futkosolva, itt kell lenni folyamatosan, hogy átvedd a feelinget, ami nálunk nincs, meg még. Úgy látom, hogy erős a szülői közösség, vagy legalábbis, hogy van, vagy így vegyültök így az osztályok többi osztály szüleivel, vagy mindenkinek megvan a saját közösséges ennyi? Hát vegyülünk, mert elég kicsi a közösség. Ugye a baráti társaságon keresztül, akkor kapcsolódunk ide, oda, amoda, és akkor találkozgatunk több családdal. Tehát most már tényleg bekapcsolódtunk a helybeliekkel is, nem csak a mi társaságunkkal. Szülőként vagyunk itt, vagy lelkészként? Szülőként vagyunk itt, köszönöm szépen. Hány gyerek jár ide az iskolába? Ide az iskolába? Igen. Hát ez egy fogós kérdés. Az én gyerekem közül két gyerekem jár ide. A legkisebb ő óvodás, a középső ő első osztályos, és a legnagyobb kislányom a Rebeka, ő második osztályos. Mikor kerültek ide a türkösi evangélikus egyházhoz? Mikor kerültünk ide? 2015. november 13-án szolgáltam először a türkösi evangélikus templomban. Hát akkor már van egy pár éve. Hogyan sikerült beilleszkedni a csángó közösségbe? Mondhatjuk ugye a csángó közösségnek. Egész nyugodtan mondhatjuk, és én is mondhatom magamról, tudnélik fél lábom türkösi, édesanyám türkösi származású, a másik felem pedig pürkeleci, úgyhogy ízig véli csángó vagyok, úgyhogy hazajöttem. Nem csak mondták, hanem most már én is úgy érzem, hogy hazajöttem. Milyen az itteni közösség? Teszünk arról, hogy a közösség az egyre erősebb és erősebb legyen. Az elmúlt egy-két évtizedben, tehát a fiatalsággal való foglalkozásra egy nagyobb hangsúlyt fektetünk, és úgy érzem, hogy megvan az eredménye. És a főző verseny is, vagy csak egyszerűen mindenki megfőzi magának, és amikor... Mindenki megfőzi magának, és amellett főző versenyre is volt kerül, úgyhogy most
kocsángok megméretkeznek, ki főz finomabbat. És főleg pityókatokányt, vagy mit főznek, mert a csángok pityókatokányt esznek. Mondjuk, hogy pityókatokányt, ami azt illeti nálunk, egy kicsit most érdekesen sikerült, mert a mi tokányunkból kimaradt a pityóka, úgyhogy a pityókát külön főztük meg. Ja, csángó ember szereti a húst, úgyhogy mi kicsit elszávoltuk, de annál finomabb lett. Ki volt véve, hogy hűljön ki egy picit. Ledöbbentem, hogy lemaradt az elég, köszönöm szépen. Rendben. Kérem szépen. Nagyon szívesen. Ez már a sokadik asszal, hogy zsűriztem? A harmadik még. A harmadik még az 9. Mi lett? Hány asztal van lehet? 11. 11. Még a 8, hogy ide a kocok kell. És igen, és kitartás, hogy az ízvilágokat ne keverjük össze. De milyen feltétel, milyen kritériumok szerint zsűriznek, vagy mit figyelnek? Hát az ötletességet, az ízvilágot, a tálalást, az összeforrottságát az ízeknek. Ez most tulajdonképpen milyen főzőverseny? Hagyományos csángó pityókatokány, vagy nem? Ez főzőverseny. Ez tehát főzőverseny. Amit egy majálison elő lehet állítani, mert amit itt helyben meg lehet főzni, akár vagy sütni, vagy... Ezért az ötletességért itt is fontozzuk, hogy nem csak pityókatokány, vagy egy egyszerű gulyás kerül terítékre, hanem különböző más típusú ételek is, amit itt lehet látni, hogy nem csak az van, úgyhogy... Szereti a várunk, és az minden állunk, hogy te is énekelsz velünk. Szépen jár a dallam, és minden kis dalban együtt énekelünk. Gyakran ültök így össze szülőkkel? Hát attól függ, most az utóbbi két évben nem volt, de azelőtt még voltak ilyenek. Hát mert járványos. Hát igen. Uh-huh. És mi lesz 8 után? Hát elmegyek tanítóképzővel. Jaj, de hogyha nem lenne ilyen vágyat, hogy tanítani, mi legyél, akkor itt maradnál? Igen. Akkor itt maradnál. És mi készített arra, hogy a tanítóképzővel? Hát szeretek kicsi gyerekekkel foglalkozni, és nem tudom. És van itt esetleg volt olyan tanítóni, vagy tanárod, aki mit letett erre? Hát igen, a tanítónénink. És milyen az osztály, milyen a közösséget? Nagyon jó. Igen, szereted? Igen. Na, nagyszerű. És nem ciki, ahogy ti mondani szoktátok, hogy a szülőkkel itt együtt szórakozzatok? Na. Ők főznek, és ti megeszek. Igen. Ugye ez így van. Na jó. Köszi szépen. Jó, akkor milyen jó. Jön egy jó nyár, ugye? Igen. Tele érettségivel. Bravo. Hogyan tovább, fiatalok? Fesztiválos egyetem. Ez a legjobb. Segítem hol? Itt a Brassóban vagy? Brassóban. Ennyire hülyek vagytok ilyen? Hogy mondják ezt másképpen, lokálpatrióták vagy? Hányan voltatok egy osztályban? 15. Az biztos, hogy az osztályban az egészen voltatok, ez az egész az 15? Igen. Nagyszerű. És hányan, például hányan végeztétek a 8-adikot? 21. Nos, 15, akkor 67-en elmentek, 6-an elmentek, és hova mentek? Áprilisban. Vagy szakiskolában. Szakiskolában, igen. És ti miért nem mentetek az áprilisban? Nem volt. Közelebb volt itt. Közelebb van, jó közösség. De azt szokták mondani, hogy a városi iskolák inkább vonzzák a diákokat. Nem minket. Hideg szellő járaj legyen, hol egy jámbor csángó menjen, s alapok úgy elvadoznak, mint a színek sorvadoznak. A csángó majd sziklára ül, s itt nyugován búba merül, visszagondol jobb időkre, s rásuhajt a rossz jövőkre. A
Azt hiszem, hogy a legjobb környezet a Zajzoni Rab István Liceum kertjében beszélgetni az alpolgármester úrral arról, hogy tulajdonképpen ma 2022-ben hogy állnak a négyfalusi csángók. Kép egy összesítést figyeltem a századforduló környékéről, amikor ugye a magyarság aránya jóval meghaladta 10 000-et itt, ahol ma vagyunk és ma élünk, de ha a 90-es évektől próbáljuk visszapörgetni a dolgokat napjainkig, akkor ugye 10 évente eltűnt körülbelül 1000 ember, tehát hogy a népesség fogyatkozása az megvan, és nem tudom vék alá rejteni, hogy most is azzal számolunk, hogy a 2011-es népszámlálási adatok eredményéhez viszonyítva, amikor ugye 6202 magyar személyt számláltattak meg 4 faluba, most is körülbelül egy valamilyen szintű csökkenésre, fogyatkozásra számítunk. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a költő Zajzoni Rab István annak idején hogy élte meg, 170 évvel ezelőtt, 160-150 évvel ezelőtt, amikor ugye itt ezen a vidéken élt és alkotott, hát ezt ugye mindazon események fényében, tükrében tudjuk megélni mi is, ahogy itt ma zajlanak ezek az események. Biztos, hogy akkoriban más volt, de valahogy ebben a szűk 3 napban azt próbáljuk feleleveníteni, ami tulajdonképpen akkor is történt, és ami ugye az ő öröksége számunkra. Egy olyan örökség, ami tulajdonképpen minket is arra biztat, hogy ezek a realista, tehát hogy nem mondjam azt, hogy most negatív vagy rossz hatású számok, tények függvényében, hanem azoknak a realista tényeknek a függvényében, amivel ma szembe kell nézzünk. Mégis legyünk bizakodóak, legyünk optimisták, és bízzunk abban, hogy ugye akár 100 év múlva is itt ezen a vidéken ugyancsak Zajzoni emlékévről fogunk tudni beszélni, bármilyen kontextusban is. Jellemző négy falura az, ami sajnos az ország meg annyi településére, hogy a fiatalok inkább külföldre mennek dolgozni, és akkor van egy ilyen kivándorlás szerűség? Igen, ez jellemző, igen, viszont nem tudnám pontosan felmérni, hogy mekkora ez a folyamat. Én jó magam most voltam pár hete Norvégiába, ahol ugyancsak négyfalusi ismerősökkel kerültem végül is egy társaságba, akik már régóta el vannak menve négy faluból. Sokan elmentek, viszont van egy fordított tendencia is, tehát van olyan, aki elmegy, akár huzamosabb időre is, 3-4-5 esztendőre, de aztán idővel visszatér. Tehát, hogy megteremti azokat az anyagi pilléreket, mert tulajdonképpen ez a legnagyobb probléma, hogy az, ami a fiataljainkat elviszi külföldre, az inkább az anyagiakban nyilvánul meg, tehát itt nem tudják megkapni, megkeresni azt a biztos megélhetést, vagy azt, amit ők ugye annak számítanak, hogy itt fejlődjenek, családot alapítsanak, és ezt fel tudják tartani, és azért válasszák a külföld útját. Ön hogy látja alpolgármesterként, hogy ez az iskola, ez fent tud maradni sokáig, vagy egy reális veszélye például a brassói ápli ennek az iskolának? Igen, tehát ez mindig egy érdekes folyamat volt, és lesz addig, ameddig ugye én remélem, hogy még sokáig megmarad itt az iskola. Nem tudom letagadni, tehát én is ugye négyfalusiként az Áprili Lajos, akkoriban még liceum, majd utólag főgimnázium, tehát abban az intézményben végeztem el a liceumot, mert hogy ugye tendencia, meg más perspektívák, városi iskola, egy mondjuk úgy, hogy egy kisvárosi iskolával szemben ugye elvonza a diákokat, elvonza a diákságot. Viszont amit ugye a számadatok mutatnak, az az, hogy itt például négy faluban azért legalábbis az utóbbi 10 évre visszatekintve azért a számok eléggé stabilak voltak. Tehát, hogy annak ellenére ugye, hogy 2011-ben ott álltunk, hogy megszűnjön a magyar liceumi oktatás, mert volt egy 2 éves kiesés, amikor nem indult 9. osztály, ezt a folyamatot sikerült megfordítani. És azóta nem volt ilyen probléma, hogy ne induljon 9. osztály.
volt olyan esztendő, amikor ez egy komoly kihívás volt, de sikerült rá megoldást találni. Szóval itt megint azt tudom mondani, és azt tudnám kihangsúlyozni, hogy itt azon múlik, hogy a közösség mennyire erős, mennyire akarja ezt a folyamatot vinni, folytatni, mennyire implikált, mert hogyha vannak olyan személyek, akik ugye a közösségi érdekét magukévá vallják, akkor minden további nélkül van jövő. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a türkösi evangélikus templomban, ezen a jeles napon. Zajzoni Rab István, csángó költünk születésének 190. és elhalálozásának 160. évfordulóján. Ma, 2022. május 15-én a négyfalusi zajzoni Rab István elméleti líceum életébe is elérkezett az ünnep. Ennek itt különös jelentése és jelentősége van, hiszen az örök közössége mindig a magyarság végvidékén tudott értéket teremteni és továbbadni. Tudjuk azt, hogy a celebek vagy a sztárok mindig kitűntek a környezetükből, mindig olyan tettek, amit más nem tett igazából, és vajon ezt csinálta-e Zajzoni vagy sem? Zöldfa voltam, virágokra hajló, patak voltam, virágok köz zajló, szellő voltam, bérztetőkön lengő, madár voltam, zöld bokorban zengő. Kik fönn vagyunk, kik életben maradtunk, öleljen haza szeretet. Maradjunk meg a földön, mely alattunk borít annyi dicső szívet. S mert, hogy itt nőttem föl, büszke vagyunk rája. Enyém a bérc haza, vérpiros világom. Yeah.
Zöld borostyán fűzére ment.